1133. Ez a nyerőszám idén a Nyíregyházi Egyetemen. Így fogalmazott legalábbis az intézmény oktatási rektor helyettese a ponthatárhúzás kapcsán tartott csütörtöki sajtótájékoztatón. Ennyi hallgatót tudtak most felvenni, ez magasabb szám, mint tavaly ilyenkor. Legnagyobb részük állami ösztöndíjas formában nappali képzés keretében kezdheti meg egyetemi tanulmányait. A legnépszerűbb szakok listáját tekintve idén sem volt nagy változás a korábbi évekhez képest. Az első az óvoda pedagógus, de rögtön szinte ugyanakkor a létszámmal a gazdálkodási és menedzsment szak, és harmadiként pedig a programtervező informatikust emelhetném ki. Ugyanakkor a tanárszakosok körében is felállíthatunk egy ilyen ranglistát, hiszen a felvett hallgatóknak a 38%-a a csecsemő és kisgyermek nevelőtől a mestertanárig ebből a körből adódott össze. Nevezetesen a tanárok esetében a kétszakos nappali osztatlan tanárszakosok esetében az első helyezett a testnevelés és a szakpárja, a különböző szakpárjai, a második helyezett a történelem és állampolgári ismeretek, a harmadik pedig az angol nyelv és kultúra tanára. A diplomára épülő mesterképzéseknél pedig a közgazdász tanárszakra került be a legtöbb hallgató a levelezős egyszakos képzések közül. Az egyetemen egyébként 4 felsőoktatási szakképzési, 19 alapképzési és egy mesterképzési szak indul ősszel. Annak sincs még minden vesztve, akinek most esetleg nem sikerült bekerülnie. Indul a pótfelvételi eljárás. Augusztus 7-ig lehet jelentkezni, csak elektronikus formában a www.pelfelvi.hu oldalon. Minden szakunkra lehet jelentkezni, ami meg volt hirdetve a felvételi tájékoztatóban, tehát amit a leendő hallgatóink a felvi.hu-n megtalálhatnak. Amit szeretnék kiemelni, mert most induló új szakunk, a műszaki felsőoktatási szakképzés, ami szintúgy elérhető lesz szeptembertől, de ez is ugyanúgy, mint a pótfelvételi eljárásban minden szak, csak költségtérítéses formában. Azok jelentkezésére is számítanak, akiknek már van diplomájuk, illetve akik az általános eljárásban nem felvételiztek. Az egyetem által kínált szakirányú továbbképzésekre közben augusztus 23-áig lehet jelentkezni. Ezekről az intézmény weboldalán az enye.hu-n lehet tájékozódni.